Igen, tehát egy kicsit helyszíntváltoztatással folytatom ugyanazt a témát, a rák karmát, tehát amikor valakinek rák karmát jelző pontot látunk a horoszkóban, hogyha nagyon fiatal például az illető személy, még nem alapított családot, de mondom, hogyha a sárkányfarok van a horoszkópjában, tehát a sárkányfarok van a horoszkópjában a rák konstellációban, akkor ez az ember lesznek már ilyen véleményei, hogy bocsátva legyen mondva, most idézőjelbe tetten mondok valamit, ami hallottam többször is már. És pedig, hogy erre a K pont világra nem érdemes ma gyermeket szülni. Hölgyek mondják ezt mostanában, és nem is tudják, hogy a karmájuk, Telkám, légy szíves, menjen onnan, jó? A karmájuk hatására, tehát nem ő mondja, nem a nappali én tudatával, nem igazi akaratával, és nem megfontoltan mondja ezt, hanem vele mondatja tulajdonképpen a kicsi árnyékény, a kis sátán belőle, ugye, a karmája, hogy, hogy nem kell neki, hogy nem jó. Mert is a világra kenni, persze, nem mondhatja azt, hogy ő fél tőle, mert miről van szó? Ezek az emberek tudattalanul is általában félnek attól, hogy családot alapítsanak, félnek általában a családtól, vagy félnek másfelől, meg nagyon vigyázunk, mert ezek a dolgok kétértelműek és sokértelműek. Tehát mondtam az első felvételen, hogy itt maga a teremtés, tehát az életteremtés és az élet, tehát az utódok létrehozásának a mikéntje és a kérdése van megzavarodva. A prokreáció. Tehát azt mondja, hogy egyrészt szeretne nagyon családot, és nagyon akar, és odas-vissza van a gyermekekért, csak éppen ő neki kell megszülnie, vagy neki kellene, hogy szüljenek, úgymond, amennyiben férfiről van szó, gyermekeket, hölgyek, vagy éppenséggel a felesége. Tehát az is igaz, hogy nagyon szeretne valahogy, hogy szereti a gyermekeket, és odas-vissza van, és megint csak egy csúnya szóval, most viccesen mondom, de tényleg csúnya, hogyha azt vesszük, hogy neki teljesen más az értelme. Azt mondják, hogy én imádom a gyermekeket. Kérem, nem kell imádni a gyermekeket. Az Istent kell imádni. A gyermeket nevelni kell, gondozni kell, gondját kell viselni, oda kell rá figyelni, szeretni kell, odafigyelve, felelősséget kell vállalni, érte, stb. Stb. Tehát imádja a gyermekeket, csak éppen neki ne legyen gyermeke. És így tovább, tehát egy nagyon-nagyon komplex probléma sorozat van itt, amit ha nem tárunk fel, és nem mondjuk meg, hogy neked ezek a problémáid vannak. Tehát, hogy egy részet fél, másik részet szeretné, másik részet imádja, másik részet gyűlölni. Vagy helyzetbe kerülsz éppenséggel, vagy többtől is hallottam, hogy amikor megtudták azt, hogy a gyermekeik, tehát egyes nők, hölgyek, főként, hogyha tűzkarmával is rendelkeznek. Megtudják azt, és főleg, hogyha tükröződési probléma, tehát ikrek is probléma is van a horoszkópjukban, megtudják azt, hogy a gyermekeik őket leképezik, vagyis tükrözik azt, amit ott bent a tudattalanjukban nem tudnak, nem hajlandók a karmájukat már végre feloldani, felszámolni, meghaladni, ugye? Kezdik gyűlölni, vagy kezdenek haragudni, még a saját gyermekeikre is. Még olyat is hallottam, hogy azt kívánom, hogy ne legyen a gyermekem. Komolyan mondom. Becsületszóval, nem most találom ki. Kaptam ilyen levelet anyáktól. Hogy, de őszintén, nem úgy meggyőződéssel, hanem panaszként mondva. Persze nem úgy, hogy ő ezt utólag is így gondolná, hanem hogy hirtelen haragjába, vagy hirtelen felindulásába, vagy elkeseredésébe ilyenekre is gondolt. Gondolnak nők, igenis, hogy bár ne lenne meg a gyermeke. És nem azért, mert anyagi gondot, vagy anyagi nehézséget okoz, mint egyeseknek, vagy mit tudom én mi, hanem azért, mert megtudta, hogy a gyermeke miatta betegszik le. Miatta, tehát, és észrevette, hogy igenis, ekkor és ekkor erősen meggyűlöltem a gyermekemnek az apját például, és a gyermekem beteg lett tőle. Tehát nagyon vigyázzunk, mert a nők általában is, egyébként is erősebb varázserővel, mágikus erővel bírnak, mint a férfiak. és az anyák különösen. De vigyázat, mert negatív varázserővel is. És főként negatív varázserővel, tehát ilyenkor, amikor megharagszanak sorsra, apára, vagy éppenséggel magára a tükörre, úgymond, a gyermek, aki a tükre. Egyébként a hold maga a tükröződésnek is, a tükröződési képesség, tükörből való olvasási képességnek is a bolygója. Tehát a környezetből, az Ars Magnából való olvasási képesség, tehát hogy engem tükröz minden, ami egyszer van, kívül van a létben, még a betegségeim is, még a baleseteim is, még a nyomorúságom is, még a fogfájásom is, amint mondtam, engem a belső szorongásaimat, félelmeimet, haragomat, gyűlöletemet, tudatlan és öntudatlan agresszivitásomat is tükrözik, amint mondtam példát a repzenével, ugye, hogy tudattalanul is olyan negatív energiákat indítottak el bennem, amelyek aztán később már is kiváltották az ellenreakciót a környezetemből, és az még nem volt elég. Persze, hogy az illető személyekkel én úriemberként viselkedtem már, amennyire tudtam, tehát csak annyi volt az egészben, hogy azt mondtam, hogy hogyha verekedni akar, akkor gondolja meg magát, mert karatemester vagyok. Éppen készültem bemenni karate edzésre, úgyhogy benne is voltam a gondolatban és a lelkileg a harci szellemben, úgyhogy az illető ember nem valami jó járt volna, hogyha tényleg verekedésbe kezd velem. Na most ez persze vicc, de az nem vicc, hogy ilyenkor az ember lenyeli utána, és utána bosszankodik és haragszik, hogy mert ott van, hiába tagadjuk le, hiába hazudjuk azt, hogy nem igaz, hogy úriember voltam, és hogy azért. Nem igaz. Nem igaz, gyáván viselkedtem. Igenis. Sajnos ilyen a civilizáció, nem szabad odaütni a szarházinak, és a gyávának, és a gonosznak. Hát ez az ember gonosz volt, kérem. Elvárta volna tőlem, hogy 4 gyermekkel menjek, keresek 200 méterre odébb egy parkolót, amikor én ott kellett volna lesz. És ott le is álltam, és nem lett semmi baja. Ő is ki tudott állni mellőlem, az autóval nem lett semmi baja. Na, csak azért, mert ő neki drágább a kocsia, mint az enyém. Úgyhogy gonosz emberrel azért van, amikor jogos lenne azért szájon verni őket, de mindegy. Na most, hogyha nem tudjuk megtenni, mert nem tudjuk, mert talán nem is kell, nem tudom, ebben még nem vagyok biztos egyébként, de nem csinálom. Tehát, mert érvényesben vannak a törvények, és nincs kedvem járkálni a törvényszékre és a rendőrségre, ugye? Tehát utána a tudattalanom ebben nem nyugszik bele, és haragszik, és dolgozza fel, és gyűlöl, és utálja az illető embert. Hogy kérem szépen, elvárt volna olyasmit, hogy a gyermekekkel menjek odébb, csak azért meg gazdagabban. Mert nekem 1000 autóm van, meg 1000-es autóm van, meg neki meg 100 000-es autója. Na, tehát a lényeg az az, hogy azt nem mondja nekem senki, hogy amikor egy szülőt bosszanta a gyermeke, és folyamatosan, mert rosszul nevelte azt a gyermeket, hogy az nem haragszik tudattalanul a gyermekére. És nem gyűlöli azt, és nem gondol negatívakat róla, és a többi. És akkor csodálkozunk, hogy annyi baj van, annyi baleset ér, és annyi betegség a gyermekeinket. Tehát erről van szó a rákkarmánál, és hogy ezt meg lehet előzni, és fel lehet oldani, és meg lehet oldani úgy, hogy az ember tudatosítja ezeket a problémákat, és amihelyt már tudatosítottam, az már félig már meg van oldva. Tehát akkora bajt már nem tud okozni, mint egyébként. Hány olyan esetről nem tudunk, hogy gyermekkel atrocitást követtek el mások, persze, vagy épp a szülők, vagy gyermeket elütött az autó, vagy elütött valaki, vagy valami, meghalt a gyermek. Tavaly télen kaptam egy levelet, egy édes kétségbe esett édesapától, hogy elütötte a villamos az egyetlen egy gyermekét. Miután feltárta nekem azt, hogy milyen hogy élnek, és hogy mennyire utálja és gyűlöli őt a felesége, mert a felesége, és így tovább, nekem egyértelmű volt, hogy az édesanyja volt az, aki miatt az a gyermeknek meg kellett halnia. Tehát az anyától örökölte a karmát, csak a karma, ugye még meg is töltötte, fel is töltötte negatív energiával, a villamos persze, hogy elütötte a szegény gyermeket. Tehát, de nem tudtam őt meggyőzni arról, hogy ez így nem lesz jó, tehát vagy világosítsa fel a feleségét, hogy mit csinált, ehhez nem volt persze erre és bátorsága, vagy hogyha nem, akkor váljon el is. és alapítson egy másik családot, hogyha neki kell gyermek is. Tehát ő szeretett volna, leírta nekem még gyermeket, de a feleség nem akar többet. És itt van nekünk ez a nyomorúságos, modern és nagyon-nagyon emberi és humánus kifejezésünk, hogy vállalni. Vállalunk vagy nem vállalunk, ugye? Ebben mindannyiunk vétkesek vagyunk tulajdonképpen itt a Földön egyelőre. Nem tudom, hogy tudja majd az emberiség ezt a karmikus nehézséget meghaladni, ugye? Tehát amikor is még a nőknek a tudattalanya túlzottan is egoizmussal van teli, és nem tudják azt elérni, hogy akkor fogadjanak gyermeket, amikor ők akarnak. Tehát az a nő, akinek a tudattalanya tiszta, az a nő, aki lenne az, akinek vallják nagyon sokan magukat, hogy már nem tudom milyen spirituális régiókba emelkedtek, és micsoda spirituális megtisztuláson mentek keresztül, és micsoda magas spirituális színvonalat értek el. Ha ez igaz lenne, na egy ilyen nő csak akkor fogadna gyermeket, és szeretkezhetne nyugodtan bárkivel, bármikor, férjével vagy azon kívül, akkor fogadna gyermeket, mikor ő akarna. Tehát ez ilyen nincsen még egyelőre. Én nem ismerek embert még földkerekségén, igaz, nem ismerek olyan sokat, aki, tehát nőnemű embert, aki ezt meg tudná csinálni. Férfi embert igenis tudok, aki azt mondja, hogy én most nem akarom, hogy nekem szülessen gyermekem, és nyugodtan szeretkezik, és nem lesz gyermeke. Tehát itt ezt a példát azért is hoztam, mert tanácsadásnál, tehát amikor olyan problémával jönnek rákkarmával rendelkező emberek és más karmával, főként, hogyha a férfinak vagy nőnek még tűzkarmája is van, hogy a nő erősebb, mint a férfi, és ezért nem tud megint csak gyermek megfogadni, magzat megfogadni, tehát olyankor a nőnek fel kell oldani ezt a tűzkarmát, ami férfi ellenes karmikus programát, tehát maszkulinitás ellenes, tehát férfi legyőzési karma programot jelöl. A férfiben meg kell erősíteni a maszkulin öntudatát, úgymond az, hogy ő nemző istennek a megtestesülése, és ő meg is tudja, ha akarja, meg tudja termékenyíteni a feleségét. Nem kell ehhez orvosokhoz menni, és mit tudom én milyen terápiákat elvégezni, stb. A férfinak kell az öntudatát, a férfiúi, a maszkulin úgymond, a nemzői, a teremtői, nem teremtői, hanem megtermékenyítői, bocsánat, isteni öntudatát megnövelni, megerősíteni, és volt már ilyen, úgymond ilyen sikerem is, tehát, hogy ilyen házas párnak lett gyermeke, igenis lett gyermeke. De folytassuk a karmát, tehát a rákkarmával rendelkező emberek és főként nők hol betegszenek meg, mint mondtam, gyomor, tájékon, és azon kívül férfiaknak már csak a rák következik, tehát nincs lépcsőfok, vagy gyomorfekély, meg általában ilyen emésztőrendszeri problémák, és utána már csak bármilyen fajta, milyen egyéb problémákkal küzdik rák. Tehát nem véletlen a rák betegség és a rák megnevezés, a rák konstelláció analógiája. A rák ugyanis nagyon-nagyon érzékeny, szuperérzékeny konstelláció, de ugyanakkor agresszív is. És még ide nem kell egyéb, mint egy kis agresszivitás, tehát egy kis úgymond tűz vagy levegőkarma, és nem kell egyéb, mint egy kameleon program, tehát egy kis önámítói, önáltató ilyen halak vagy nyilas karma, és már meg is van a rák betegség. Tehát a rák betegség általában agresszió plusz önáltatás, vagy önáltatás plusz rejtett agresszió, ez ennek a következménye. Tehát, mint mondtam, a probléma tehát gyakorlati szinten úgy jelentkezik, hogy az illető nem érzi jól magát a családban, a családjában, azt hiszi, hogy egy más családban jobban érezné magát, hogyha nem megy anyukához, apukához vissza, mert nincs ilyen, akkor másoknál, barátnőknél üldögél, barátoknál szívesebben azok családjában, vagy éppenséggel mondom, máshol vesztegeti az idejét, vagy vágyik egy másik családra, és kilépik. Előbb-utóbb felborítja, felforgatja a családot, szétbontja. Tehát amikor ez hatványozódik, tehát mondjuk úgy, hogy például a sárkányfarok van a rákban és a négyes házban a Lilith, vagy fordítva, és még egy ilyen rombolási programmal is tetőtőződik, mint a Skorpió, tehát 8-as házba kerül megint valami, vagy éppen a Rák Lilith a 8-as házba, mint a szegény volt feleségemnek. Akkor ez családrombolási program. Egyszerűen olyan tudattalan erők működnek az illető embernek, hogy akármilyen családot alkot, mint az én volt feleségem is, 4 gyermekkel, neki azt a családot szét kell rombolnia. Nem szabad meghalni hagynia. Addig munkálkodik, és addig ügyeskedik, addig fondorkodik, és addig fantáziál, és addig gerjeszti magát, hogy ő nem boldog az illető családban, még sikerül neki valahogy onnan kimenekülnie. Persze, mivel karmáról van szó, és neki éppenséggel, hogy abba azon körülmények között és keretek között kellett volna megtanulnia, meghaladni úgymond a karmát, tehát feloldani, és az illető pozitív tulajdonságokra kellett volna szert tenni, mivel hogy nem tett szert a pozitív tulajdonságokra, hanem ott hagyta a fenébe azt a lehetőséget, ahol kialakultak volna a megfelelő pozitív tulajdonságai, a következő családot sem fogja tudni rendesen megalkotni és megalapítani. És nem lesz soha az életében többet boldog. Nem lesz igazából. Soha nem lesz nyugta igazából a lelkének és a szellemének. Következő család megint nyomorék lesz. Vagy nem lesz ottan gyermek több, vagy nem fog több gyermek születni, vagy ami van, az nem fog megint tetszeni, vagy az illető ember, meg közben az idő is telik, ugye az illető ember vagy nem tud gyermeket nemzeni, vagy rendelkezik már gyermekekkel, vagy a feleség, vagy a férj, ugye, de az sem tetszik, mert az már nem az enyém, hanem a másiké, és így tovább, és így tovább. És hogyha nem tudatosítjuk, hogy itt miről van szó, mert akármilyen helyzetbe is kerülne, akármilyen nehéz, úgymond családi helyzetbe is kerülne egy ember. Ha a partner is lehet vele beszélgetni, nem részeges, nem alkoholista, nem drogos, nem tényleg vadkan, nem vaddisznó, hogy szokták mondani, nem ezért, tehát azért lehet beszélgetni. Nem létezik olyan nehéz helyzet, amiből úgymond, hogyha még van egy kis szerelem is, esetleg a dologban, vagy egy kis, legalábbis egy kis szexuális vonzalom is még, mert aztán annélkül tényleg nem lehet, hogy az ember ne legyen, tehát kiegyenlítődést ne vigyázzunk, mert azért nem csak egy konstellációból tevődik össze, nem egy konstellációs problémát testesítjük meg, hanem 3, 4, 5-öt is, 6-ot is. De hát ebben mindenképpen benne vannak, mondom, általános emberi életfeladatok, és vannak személyre szabott egyéni karmák, és vannak általános karmák, tehát a gyermek és a családalkotás az általános emberi feladat és általános karma sajnos mostanában, de a párkapcsolat is az. Párkapcsolat fenntartása, létrehozása, harmonizáció és a harmonizációs állapotok megtartása, fenntartása, arra való figyelem. Tehát, hogyha még azért valami normális, egészséges szexualitás is lehetséges azon a családi kapcsolaton belül, akkor nem létezik olyan nehéz helyzet, hogy meg ne lehessen haladni. Mondom, hogyha a partner hozzá, hogyha nem, akkor nem. De ami rajtam múlik, azt meg tudom haladni. Olyan Isten nincs, hogy ami rajtam múlik, ne tudjam meghaladni. Nem létezik. Annyiban létezik, amennyiben nem akarom, mint például a homoszexuálisoknál. A homoszexuális azt mondja, hogy már pedig ő úgy született, annak született, az orvosok beigazolták, a pszichológusok, tudományosok beigazolták, hogy neki annak kell maradni, és az is akar maradni. Holott pont azért született, azzal a karmájából adódóan született. Ő neki pontosan azt kell meghaladni, hogy ne azonos neműekkel akarjon családot alkotni, mert úgy nem lehet kiegyenlítődni, és nem lehet, ugye, tehát nem lehet szaporodni sem, bocsánattal legyen mondva. Tehát ő neki pontosan azt kell meghaladnia, hogy azt az utálatot, amit az ellentétes nemű személyekkel szembe érez, ugye azt meghaladja. Azt kell meghaladni, azt az utálatot, azt az elutasítást, azt a mit tudom én micsodát, azt kell feloldania, és maximálisan megszeretni az ellentétes nemű személyeket, testileg is. Az homoszexuális. Na most ugyanez a probléma tevődik fel azoknál is, akik családi problémások. Nem az a megoldás, hogy elutasítom és elmenekülök tőle, hanem az a megoldás, hogy vállalom, és azon belül megpróbálom maximum belőlem, magamból, saját magamból persze, maximális pozitív értékeket, tulajdonságokat és képességeket kihozni, megerősíteni, és végső soron pozitívan átélni, megélni azt a boldogságot. De persze Ott a félelem, a tudattalan félelem, hogy nem leszek majd boldog a családban, a rákkarmás emberekben. Ott van, hogy nem lehetek boldog, akármilyen legyen a családom, nem lehetek boldog. És hogyha nem tudatosítottad neki, akkor nem is fog. Mert hogyha azt nem tudatosítod neki, hogy pontosan az a dolgot, hogy tudatosan tégy meg mindent annak érdekében, és a saját belső ellenállásaidat próbáld meg megszüntetni, és meghalladni, és feloldani, és helyettük megfelelő pozitív családban élési és családban való harmonizálódási képességeket szerezni, akkor persze, hogy nem lesz boldog. És akkor persze, hogy azt mondja, hogy a félelmeim beigazolódtak, na lássuk, hát nekem volt igazam, nem? Neki volt igaza, hogy nem beigazolódtak, nem lehet, nem tudok boldog lenni. És ezért várják egyes emberek, hogy jósoljon nekik az asztrológus. Hogy az asztrológus mondja meg azt, hogy neki nem lehet. Hogy ugye, hogy le van írva a csillagokba is, a nagykönyvben le van írva, hogy nekem nem lehet. És közben nem erről van szó, pontosan a fordítottja az igaz. Az van leírva, hogy pontosan azt a problémát, amire te úgy gondolod, hogy nem lehet, azt kell meghalad. Az kell, az a dolgod, az a kötelességed, úgymond az az emberi, legnagyobb, legnagyszerűbb emberi feladatod. Ez a te nagy-nagy lehetőséged. Jézusnak van egy ilyen nagyon érdekes példája. Azt hiszem, hogy ezt a bikánál talán mondtam, hogy mi a fekete báránnyal és a jó juhásszal. Ugye azt mondja, hogy a jó juhász az, akit egyébként egy racionálisan értelmes ember, vagy mit tudom, pragmatikusan gondolkozó mai ember, azt mondaná, hogy nem, a fenét az a jó juhász, azt meg kell verni és börtönbe kell zárni. Tehát ő azt mondja Jézus a juhászról, hogy az, aki, hogyha elbitangol a nyájtól a fekete bárány, azt megy és megkeresi, és megtalálja a sűrű erdőben, és akkor nagyon örvennek, és visszaviszi a nyájhoz. Kérdem én, melyik nyájhoz, mert addig már a medvék se farkasok szét. Ebek 36-jára, farkasok 36-jára jutott az a nyáj, ugye? Tehát én erről beszél, hogy ő nem konkrét dolgokról beszél, hanem a Szaturnuszról beszél, mint a felelősségtudatunk, ugye? Ez a jó juhász, felelősségérzet, a spirituális, a tudatos, egyetemes felelősség tudat őserejéhez való kapcsolódásunk, ez a jó juhász bennünk, aki megkeresi a fekete bárányt, a mi karmánkat, amelyik elmegy és elbitangol, és ottan mindenféle szamárságot csinál. Így van. Mi is mennyi marhaságot, Isten őriz, hogy mennyi marhaságot, bocsánat, szamárságot nem követtem el fiatal koromban. De megtaláltam magamat, a felelősségtudatom megtalálta megtalálta a fekete bárányt, és aztán azt szépen átalakította fehér bárányá, úgymond, és visszavitt a nyájhoz, és akkor most már rendben van minden. Én legalábbis úgy tudom, és úgy érzem, hogy rendben van bennem minden. Na, de tehát csak is ez a lehetősége mindenkinek, tehát a tudatosítás, és a tudatosítás segítségével történő feloldás, és a rák esetében, mint mondtam, nagyon-nagyon nehéz, mert ilyen problémák merülnek fel. Hogy egyes hölgyek nem hitték nekem, hogy ez így van, hogy dehogy nem, hát ő, hát hogy szereti a barátnőjének, se a keresztanyjának a lányát, se mindenkinek, hogy szereti a fiát, se. Ezért, hogy mondhat ilyent az asztrológus? Mondom, hogy tessék elvégezni a következő kísérletet. Fiatal, nagyjából fiatalabb hölgyekről lévén szó, akik még fiatalnak érzik magukat, és nem tudják, hogy mi a probléma. Miért nem tudnak férhez menni? Azért nem tudnak férhez menni, mert a tudattalanjuk már úgy szervezi, úgy rendezi az életet, s a sors körülményeket, hogy ne kelljen férhez menni. Olyan embereket, olyan férfiakat keresnek meg öntudatlanul és önkéntelenül, akik majd őket nem akarják feleségül venni. Vagy akik nem akarnak majd. Ilyen hölgyek kerülnek például olyan uraknak, úgymond a szeretői rabságába, akik családosok, és azt hazudják nekik állandóan, hogy el fognak válni, és tüközben nem fognak elválni. Hány ilyen horoszkoppal nem találkoztam. Tehát mit szoktam ajánlani ilyenkor, mikor nem hiszik el, hogy tulajdonképpen erről van szó, hogy ők félnek. Egyáltalán félnek attól, hogy magzat, vagy valami nekik, az valami, hogy kerül az ők testükbe. Főleg, ha tűzkarmások is, főképp oroszlánok. Hát hogy beléje kerüljön csak úgy egy valami, ami tőle idegen, ugye? Egy emberi ott a hasáma. Most viccesen mondom, és gúnyosan, de én abszolút nem vagyok gúnyos, hanem tragikus a dolog, amit mondok. Tényleg így van. Tehát azt mondom nekik, hogy tessék venni, egy butikban lehet kapni olcsón ilyen kismama ruhát. Otthon biztos, hogy van egy ilyen kis párna, valamilyen kis párnája csak van, ha, nem, ha dísz, hogyha rendes kis párna. Azt tessék berakni a has alá, és a kismama ruhát vegye fel, vagy legalábbis jó bő ruhát, és abba menjen el sétálni ott, ahol lehetőleg ismerősökkel is találkozik. És főleg úgymond olyan férfiakkal, akik esetleg potenciálisan képbe jöhetnek, mint jövendő szerető, vagy férj, vagy mit tudom, élettárs. Vagy ahol a volt szeretőivel, esetleg szerelmeivel találkozhat. Kérem szépen, még a házból se tudnak kimenni az ilyen hölgyek, nem, hogy elmenjenek abba az utcába, vagy abba arra térre, hol találkozhatnának. Elkezd remegni a lábuk, elkezdenek izzadni, és rosszulét kerülgeti őket. A tudattalanjuk azonnal elkezd ellenkezni, hogy ő úgy képbe kerüljön, hogy neki valami van a hasába. Na, ez bizonyítja az, hogy bennük ott van a gyermekellenes és családellenes és magzatellenes program, és életellenes, mert egyúttal ez életellenes program is, karmikus program. És hogyha ezt nem oldjuk fel, hogyha nem tudatosítjuk, hogy ez onnan van és onnan vagy, nagymamától vagy, ők nagymamától van, aki mit tudom én, megutaltálta a lányát, vagy megutálta ezért valamiért. Mert történnek ilyen dolgok, nem? De ez egy program, amit te meg kell haladjál. Ami neked pontosan, hogy az a te életfeladatod, mint ahogy mondja a jó juhásznál a Jézus. Hogy az a te életfeladatod, az a te kereszted, hogy halad meg azt. De nem lehet csak felvállalva meghaladva, elméletileg nem lehet. Mint ahogy mondtam, hogy egyesek azt hiszik, hogy nem tudom milyen magasztos és milyen magas rendű spirituális körökbe és színvonalra jutottak. De hogy jutottak? Meg kell nézni a horoszkópjukat. Lássuk, ez és ez meg van-e csinálva, kiderül, hogy nincsen. Mert akinek van több gyermeke, ami nagyon ritka, arról kiderül, hogy nem is az volt az ő nagy életfeladata, hanem azt, mit tudom én, hogy kultuszgyakorlás, vagy kultikus élet, vagy éppensége az, hogy vezető legyen valahol, vagy tehát személyiségét fejlessze ki, oroszlánként, vagy nyilasként, vagy kosként, stb. Általában az emberek hogy vannak? Az emberek pontosan azt kerülnék el tudattalanul, ami nekik életfeladatuk lenne, az, hogy a karmájukat tudják feloldani. Miért? Mert lusta bennünk a lélek. Mert fél, mert tudja, eleve tudja, hogy ez nehéz lesz neki, mert le kell mondani egy csomó mindenről. Le kell mondani az egoizmusáról, le kell mondani a félelmeiről, le kell mondani az önáltatásról, le kell mondani a hizelgésről, a belső önhizelgésről, le kell mondani úgymond a gonoszságról, amivel olyan jó néha egyes embereknek még együtt élni. És így tovább, le kell mondani a gőgről, a büszkeségről, a hiúságról. És így tovább. És ezt nem akarja a lélek, mert neki úgy tetszik, mert neki úgy kényelmesebb, mert tudja, hogy mondjam, és ez a legnehezebb példa a tűzkarmásoknál, hogy saját magukat meg kell alázzák ahhoz, hogy mondja Jézus, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, és aki megalázza magát, az felemeltetik. Tehát meg kell alázza magát, azért is vállalta Jézus is, még a keresztet is, mert nagyon jól tudta, hogy tűzkarma még nem tiszta benne. Hogy megaláztatta magát, hogy tövis koronát rakatott a fejére, és leköpette saját magát. Az, hogy tudja megváltani. Persze egy kicsit ottan durva a dolog, az egész szimbólumrendszer, hogy az se biztos, hogy olyan korán, tehát 33 évesen ma erre a felismerésre eljuthatott, és egyáltalán bonyolult ez az egész Jézus példakép, de itt erről van szó. Tehát nagyon-nagyon sok ember ahhoz, hogy igazi családanya tudjon lenni, hogy odaadó, hogy áldozatot tudjon vállalni a gyermekeiért és a családjaiért. Először le kell számoljon a saját tűzkarmájával, tehát a saját belső hiúságával, gőgjével, egoizmusával, és így tovább, és így tovább. A legproblémásabb konstellációról van szó tehát, és mondom, itt még egészen a szexuális aberrációkig is el lehet menni, feltárásokban, és el is kell, hogy menni. Tehát van, amikor, mondom, nem akar a fértől gyermeket, mert valaki mástól akar. De persze ez csak azért mondja magának, mert igazából nem akar a fértől sem vagy. Arról nem is beszélve, hogy megijed, tehát hogy szeretne mástól gyermeket, mint a fértől, de amikor az illető szituációba kerül, helyzetbe kerül, akkor megijed, vagy félni kezd meg. Tehát vigyázzunk, mert a szokványos, tehát az öröklött úgymond konvencionális és tradicionális erkölcs szembe kerül tulajdonképpen egyrészt a spirituális tudatossággal vagy akarattal, és az egész szembe kerül még a mély karmával is, a mély feltáratlan karmával. Ezért nagyon-nagyon fontosak tehát a horoszkopok, ezért fontos tehát a karmának a feltárása, és még egyszer hangsúlyozom, kimondottan rák karma esetében, amikor számtalan problémát vett fel, a gyermekekre való haragvástól és a gyermekekre való gyűlölködéstől elegészen az esetleges szexuális aberrációkra való és szexuális, úgymond, hogy is hívják, perverzitásokra való vágyakozásig elmenően, arról nem is beszélve, hogy az incesztus is itt történik meg, tehát itt történik meg az ödipuszi komplexus is itt jelenik meg, és itt jelenik meg a pedofilia is. Nagyon-nagyon kell tehát rá vigyázni, sokkal jobb feltárni és szembenézni a problémákkal, még akkor is, hogyha még nem jelentkezett az életünkben és a személyünkben ez a probléma. Mert hogyha már egyszer, tehát hogyha hamarabb történik meg a megelőző feltárás, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy ténylegesen kikerüljük. Tehát nem az elhárítás a kikerülés módja, hanem a tudatos felvállalás és az éberen történő végigcsinálás, úgymond a végigvállalása az illető feladatoknak, amelyeken keresztül az illető karma feloldható, ebbe az esetben tehát a család, több gyermekes család, és itt még egy téveszmét szeretnék eloszlatni, és ezzel befejeztem a felvételt. Egyesek arra következtetésre jutottak, miután ezt a programot, ezt a családellenes tulajdonképpen és gyermek és magzat és életellenes programot feltártam, hogy több gyermekkel, és jöttek ilyen példával, hogy hát de nézd meg, a másiknak 3 vagy 4 gyermeke van, és mégis rákos betegségben meghalt. Mind lehet akár 1000 gyermeke is, most vicceltem. Mind lehet 3-4 gyermeke is, sőt 5 is, hogyha negatívan éli meg. Hogyha gyermekekre még haragszik, vagy a családra tudattalanul haragszik, vagy a gyermekeknek az édesapjára. És mélységesen és hosszasan, vagy éppensége arra gondol, hogy milyen jó lenne egyszer csak ez a probléma, amit vállaltam, vagy amibe csak úgy belekerültem, mert ugye egymás után jöttek a gyermekek, és kiderült, hogy anyagi nehézségeim vannak miattuk, és egyáltalán az élet nem úgy működik, ahogy, mint a karikacsapás, hogy szokták mondani, hogy a férjemet kirúgták az állásából, persze annak is megvan a maga okos, a maga karmája, hogy miért. Megmondom, a legtöbb esetben pontosan azért, mert az apai szerepkört nem tudják felvállalni. És akkor hazaküldik a munkahelyén, menj a családodba, hogy legyél ottan ezért. Tehát mert hiányzik, hiányzik az egész embernek a struktúrájából az, hogy ő édesapa. És akkor a helyet kétségbe esnek, mert ők azt hiszik, hogy az apai életkör és életfeladat csak abból áll, hogy pénzt vinni haza, és akkor elkezdenek részegeskedni, és aztán alkoholizálódnak, vagy mit tudom én, felakasztják magukat. Ahelyett, hogy mennéknek és állnának ott a helyt a családba, és akkor igen, mi van akkor, hogyha a feleség tartja, vagy mi van akkor, hogyha szociális segélyt kap. Az a lényeg, hogy ő foglalkozzon, ne tengjen és lengjen, és ne essen kétségbe, hanem kezdje el nevelni és gondozni a gyermekét, vagy a gyermekeit, bocsánat. Na. De ezek a legkisebb problémák a rák esetében, mert a rák esetében inkább ilyen belső, nagyon-nagyon finom, alig utolérhető pszichológiai és misztikus, úgymond spirituális problémák merülnek fel, amit jó egy tapasztalt szakember elé tenni, és akkor az meglátja, hogy mivel van összefüggésben. Igen, ha neked van itt egy Lilithet, az a 4-es házban van, az a 7-es házban, a 8-as házban álló bolygóval ilyen és ilyen fényszöget alkot. Az 1-es házban álló bolygóval, Vénusszal negatív fényszöget alkot. Akkor itt jelentkeznek szexuális problémák is, vagy ennek van újjászületési problémás vetülete, vagy ennek van munkavállalás, ilyen, mit tudom én, tehát, hogy hol, melyik életkörnél, vagy azzal együtt jelent nagyobb feszültséget ez a karma, és így tovább. Mindegyik eset egy egyedi eset, és most már tényleg befejezem, valahol a Sareptába írja le Hamvas Béla a Sarepta című eszében, hogy hogy is hívják ezt a részeges amerikai költőt napon, Edgar Allan Poe, igen, hogy ő egy tehát ő egy bizonyára egy nagyon-nagyon nagyszerű, nem ezt Hamvas nem írja, csak én gondolom ezt így, nagyszerű asztrológus lett volna, mert ő egy zseniális rejtvényfejtő volt, és számtalan ilyen titkos írás fejtett meg, háborús titkos írásokat is. De ő azt mondta, hogy, tehát minden titkos írás előtt úgy áll, tehát úgy fog hozzá, mintha nem tudna, mintha azelőtt soha nem fejtett volna meg titkos írásokat. Tehát soha nem szabad úgymond rutinosan hozzá, mert akkor nem tud megfejteni a rejtvényt. Nem kapod meg a kulcsát. Na most az a személyi horoszkopoknál is ez van, hogy az asztrológus akármennyi tapasztalattal is rendelkezik, és akármennyi tudása van, és akármennyi rutinja, mindig és mindig fenn kell tartania a saját magával szembeni gyanút, és minden horoszkóphoz úgy közelítsen, mint Edgar Poe a rejtvényfejtéshez, hogy annak külön szimbólumrendszere, külön kódrendszere, külön feladatproblémája, tehát külön kulcsa van. És hogyha ezt megkapta az ember akkor az asztrológustól, akkor lehet, hogy majd ő is asztrológussá válik, mert ilyen is van, ugye? De mindenképpen, ha nem is válik azzá, de saját életének úgymond a vezetőjévé, saját sorsának az irányítójává, biztos, hogy válik, és biztos, hogy miatta a családja, családtagjai, és főként, hogyha édesanyja az illető, a gyermekei nem fognak szenvedni. És ez, higgyék el, óriási szempont. Óriási. Ez nagyon-nagyon megfontolandó szempont, hogy miattam, és nem csak egy édesanyja, hanem egy nevelő anya miatt is esetleg a gyermekek szenvednek, vagy nem szenvednek. Ennyi.